A mostani videóban azt nézzük meg, hogy miként tudunk a különböző ételallergiáktól és ételintoleranciáktól gyorsan megszabadulni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az ételallergia és az ételintolerancia között az az alapvető különbség, hogy az allergia az mindig valamilyen fehérjével kapcsolatos. A glutén, a kazein, ezek mind fehérjék. Allergiánál általában azonnali a reakció és intenzívebb, így könnyű felismerni, míg ételintoleranciánál csak később érzékeljük a, a problémát, ezért ez utóbbit sokszor nehéz beazonosítani, mert lehet, hogy csak órákkal azután jönnek elő a tünetek, hogy a problémás ételt megettük. A különböző ételintoleranciák gyakori tünetei a fejfájás, súlyosabb formája a migrén, a hangulatváltozás, súlyosabb formája a depresszió, a fáradékonyság, valamilyen tünet a vastagbélben, valamilyen tünet a bőrön, például az ekcéma, vagy mondjuk ízületi fájdalom. Mind az étel allergia, mind az étel intolerancia hátterében ott van az áteresztő bélszindróma, ami egyszerűen röviden a következőt jelenti. A bélfal belsejét nagyon apró kis lyukak képezik, ezeken keresztül áramlik át a tápanyag a belegből a nyirokkeringésbe, majd onnan később a vérkeringésbe. Az idő előre haladtával a sok szemététel hatására, amit megeszünk, mindjárt majd rátérek, hogy melyek a legproblémásabbak, ezek az apró kis lyukak elkezdenek megnagyobbodni. Akár az eredeti méretükhöz képest négyszer, ötször nagyobb is lehet az átmérőjük. Ugye ezek a lyukak azért nagyon picik, hogy ne eresszék át a nagyobb anyagokat, részecskéket, fehérjéket. Na most, ha megnagyobbodnak, akkor egyszerűen az történik, Ugye a nagyobb részecskék is bekerülnek a testünk különböző részeibe, és mivel ezek nincsenek megfelelően lebontva, a testünk idegenként idegennek érzékeli őket. Ennek az állapotnak a későbbi fázisa valamilyen autoimmunbetegség, ami, ami akkor jelentkezik, amikor már olyan sok ilyen idegen anyag kerül át a bélből a vérbe, hogy az immunrendszer ugye teljesen megszavarodik, és a saját szerveit, szöveteit kezdi el megtámadni megoldás első lépése a problémás étel kizárása. Készíthetünk étel allergia vagy étel intolerancia tesztet, ami ugye kimutatja, hogy mely ételek azok, a, amelyek a gondot okozzák, és ugye ezeket kizárva javulhat hosszú távon az állapot. Az áteresztő belet leginkább a glutén okozza, ami elsősorban a gabona ételekben található meg, aztán a finomított növényi olajok, napraforgó redce, repceolaj, stb. és a mesterséges édesítőszerek azok, amelyek még komolyabb bélfalkárosító hatással bírnak. Ha sokáig nem eszünk magas rost, zöldségeket, gyümölcsöket, az szintén növeli az áteresztő bél kialakulásának az esélyeit, mert fokozatosan leromlik a bélflóránk. Ugye a bélbaktériumaink rostokkal táplálkoznak. És ugye kulcsfontosságú szerepet játszanak a bélfal integritásának, egészségének a megtartásában. Az antibiotikumok túlzott szedése is ugye lerontja a bélflórát. A megoldás második lépése az áteresztő bél szindróma kezelése. Az áteresztő bél megoldásához a legfontosabb, legjobb táplálékunk talán a csontleves vagy húsleves lé. Ebben a videóban nem térnék ki részletesen az elkészítésére, sok re recept találhat az interneten is. A lényeg, hogy lassú lángon főzzük, legalább 8-10 órán át, sok csontos, bőrös húsból, marhából, szárnyasból, zöldséget is lehet hozzáadni. Kiegészíthetjük a napi csontleves, húsleves adagunkat, hidrolizált kollagén porral is, itt ajánlom a figyelmetbe a multikollagént. Áteresztő bérnél a bérflóra feljavítására is fókuszálni kell, ezért a probiotikumok szedése, illetve az erjesztett ételek napi szintű fogyasztása szintén javallott. Nagyon jó az áteresztő bérre, és ezáltal az allergiák, intoleranciák megszüntetéséhez a kolosztrum amit ital vagy kapszula formában tudunk bevinni naponta rendszeresen. Az allergiák és az intoleranciák megoldásához a harmadik lényeges lépés a rendszeres bőtölés. Már az időszakos bőt is képes lehet az allergiát felszámolni, de ha súlyosabb allergiák van, a hosszabb ideig tartó bőtök az ajánlottak, mondjuk 24 órán túl. Az időszakos bőjt lényege, hogy hagyunk egy minél hosszabb időszakot a nap során, amikor nem eszünk. Én amikor időszakos bőjtölök, este 8-9 óra körül eszem, majd utána csak másnap délután, vagy esetleg másnap este eszem legközelebb. Ugye sok ezer éven át az emberek rendszeresen bőjtöltek. A kezdetben azért, mert egyszerűen voltak olyan időszakok, amikor nem volt elegendő étel, volt, hogy hónapokig alig ettek, és életben maradtak, sőt, még a mamutot is le kellett vadászni, később pedig ugye a vallások hatására. Tehát a bőtölés, a hosszabb ideig nem evés, egy normál természetes állapot, amihez a genetikánk teljesen hozzá van szokva. A bőt alatt 18 óra után aktiválódik az autofágia, melynek lényege, hogy a testünk elkezdi kitakarítani a nem kívánatos sérült fehérjéket, a akkor lerakódott felesleges a szemetet a májból, az erekből, a belekből, az agyból, többek között. Ha súlyosabb problémák vannak az immunrendszerünkben, tehát súlyosabb az allergiánk, akkor mindenképpen 24 órán túli bőjtökben érdemes gondolkodni, mert a testünk a súlyos hibákat csak ugye hosszabb idő alatt tudja kiavítani. Következőnek nézzük meg az immunrendszer szempontjából, hogy miért lett ilyen gyakori az ételallergia, az ételintolerancia az utóbbi évtizedekben. Hiszen ha ugye az idősebbek bele gondolnak, gyerekkorúban szinte egyáltalán nem volt jelen a glutén vagy a kazein allergia. Nos, a vékony bérben, amikor bekerül az étel, az immunrendszerünk veszi az adott étel egyes anyagait, és felhasználja őket arra, hogy a saját magát trenírozza, hogy saját magát megtanítsa arra, hogy ez az anyag, mondjuk egy fehérje, az egy étel, és azt nem el kell viselnie, azaz nem kell vele szemben küzdeni. Tehát az adott fajta anyag, amit éppen megettünk, az nem az ellenségünk. Tehát kisgyerekkorunktól kezdve az immunrendszernek meg kell azt tanulnia, hogy az ételekben lévő különböző vegyületek, anyagok, azok nem az ellenségei azaz meg kell tanulnia, hogy ez egy étel, és nem kell vele szemben gyulladásos reakcióval járó támadást intéznie. A két legfőbb anyag, ami az immunrendszerünk rendelkezésére kell, hogy álljon nagy mennyiségben, hogy ez az immuntanulási folyamat folyamatosan megtörténjen, az a retinsav, amely retino, melyet retinolból, tehát a avitaminval hoz létre a szervezetünk, másik pedig a prostaglandin E2, amit arahidonsavból állít elő a szervezetünk. Most mindkét vegyület, az A-vitamin és az arahidonsav is két olyan ételben található meg jelentősebb mennyiségben, amelyből történetesen az elmúlt évtizedekben drasztikusan kevesebbet tesznek az emberek. A májételek és a tojás. Tehát az allergiák és az étel intoleranciák fokozott elterjedése egyszerűen azért van, mert az emberek nem fogyasztanak rendszeresen belsőségeket, májételeket és tojást. Tehát ha le akarjuk győzni az allergiánkat, a májételek és a tojás fokozott fogyasztásának a bevezetése a táplálkozásunkba hatalmas segítség az immunrendszerünk számára. És végezetül nézzünk meg egy pár gyógynövényt és étrendkiegészítőt, amelyek különböző módon támogatják a szervezetünket az ételallergia vagy az intolerancia ellen. A zöldteja, így ukránponta rendszeresen a zöldteját, ugye bőjt alatt is lehet inni, monkfújtal vagy stéviával édesítve. A kurkuma hatóanyaga a kurkumin, egy hatékony gyulladáscsökkentő, csökkentő, ugye allergia alatt sok, sok, a gyulladás, kapszula formában pótolható, ajánlom figyelmetbe a kurkunexet. Az omega-3 segítségével gyulladást csökkenthetünk, tehát együnk rendszeresen halételeket, szedjünk halolajat vagy krillolajat. A magas bioflavonoid tartalmú kiegészítők, mint például a szőlőmagörlemény vagy a flavonoid koncentrátumok számos ponton segítik az immunrendszert és a bélrendszert is a regenerálódásban. A fűszerek többsége jó allergiákra, ugye bazsalik, a moregánó, rosszbani, fűszeg, kapszula olajformában is pótolható. Az emésztő enzimek abban segíthetnek, hogy az ételek jobban lebomoljanak már a gyomorban. Így ugye javulhat az emésztésünknek a hatásfoka, ezáltal ugye kevesebb allergiát okozó étel megy át a gyomorból a belegbe. Az almercet hasonlóan hat a, ugye az ez hasonló, ugye a jobb étellebontás segíti. A D-vitamin pótlása főként a téli időszakban kiemelten fontos, legalább napi 10.000 nemzetközi egységet vigyünk be, és minden 10.000 egységenként 100 mikrogram K2-t is. A cink hiány szoros összefüggésben van az allergiák kialakulásával, tehát cinkpótlásban is ajánlott gondolkodni. És végezetül az MSM, amit kapszula formában lehet bevinni, ez egy kén alapú gyulladást csökkentő vegyület. Következőnek ajánlom azt a videót megtekinteni, amelyet az áteresztő bélszindrómára készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedved és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.